Elsőként a kisvonat indult el szombaton kora délután, és rögtön megteltek a különböző játékeszközök is. Az adivárosi családi nap délelőttjén ugyanis az időjárás nem volt kegyes a programokhoz. Délután azonban elmentek az esőfelhők, és egyre többen merészkedtek ki a rendezvényre. Az időjárás most úgy alakult, hogy délelőtt esett az eső, most még kora délután is egy picit szemerkél, viszont ahogy sejthető volt a előrejelzésekből, talán el fog állni az eső, hogy a programok elindulnak. Ugye nagyon várta már mindenki ezt a rendezvényt, egyében egy ilyen nagy esemény van itt az Ivárosban a tópartján, és ugye nagyon sok ingyenes programmal készültünk a gyerekeknek, én azért is sajnálom, hiszen elsődlegesen ez egy családi nap, a gyerekeknek készülünk ingyenes programokkal, de amint elállt az eső pár perce, már is ugye itt elindult mögöttem ez a kisvasút, amire szintén ingyenes fel lehet ülni, most fogják a légvárakat felfújni, a csónakázótó már működik, és lehet majd ugrálni, és van egy ilyen nagyon jó kis lehetőség, illetve indul a lovaskocsikázás is nem sokára. Ezek megszokott programok, de mindig kérik, hogy ezek továbbra is legyenek, és hát örülök, hogy ingyenesen tudjuk biztosítani. Kovácsovics Fruzsina eredetileg délelőtt lépett volna fel, de az eső miatt délutánra tették át a koncertjét. A háromszoros fonogramdíjas énekesnő már régóta a tóparti sztárvendége, minden évben kiemelt helyet foglal el a rendezvény a szívében. Annyira örülök, hogy minden alkalommal engem meghívnak erre a rendezvényre, mert hogy minden alkalommal egyszerűen szuper zseniális, nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Hogy hogyan kerültem itt kapcsolatba ezzel az egész dologgal, már nem is emlékszem rá. Most azért egy kicsit tartok az időjárástól, hogy ez elrettenti majd a népet, de nagyon remélem, hogy nem, mert tényleg ezt a napot ezt mindig úgy őrzöm így az emlékeimben, hogy ez egy ilyen szuper, szuper nap. Az énekesnő bevonta a gyerkőcöket is a produkcióba, és mesebeli segítői is akadtak. Az állarc mögött viszont ismerős arc tűnt fel. Radnóti Ákos alpolgármester meglepte a kis közönséget, így szeretett volna egy kis örömet szerezni a gyerekeknek. Most úgy döntöttem, ebben bujok bele, sose voltam még ilyenben, de Mick Jagger elég népszerű, úgyhogy örülök, hogy remélem tetszett azért a kis produkció. Egész nap gyermekprogramok zajlottak a tóparton. Arcfestés, kézműveskedés, lovaskocsizás, vízijátékok, különböző szórakoztató produkció közül válogathattak a legfiatalabbak. Kisunokámat hoztam, mint minden évben idén is eljöttünk. Hát mikor érkeztünk, akkor nagyon kevés kisgyerek volt, mert csöpögős volt az idő, de most már látom, egyre többen vannak. Köszönöm szépen, jól érezzük magunkat, örülünk ennek az egész rendezvénynek. A gyerekek bizonyára jól fogják magunkat érezni. Mi volt az, amit eddig kipróbáltak, vagy mit várnak a legjobban a nap folyamán? Hát arcfestés, mint ami látható, akkor a fagylaltot ettünk. Akkor kipróbáltuk a jumpingot, és most kezdjük az többi játékot is kipróbálni. Téged is megkérdezhetlek, hogy hogy érzed magad? Hogy érzed magad? Nagyon jól. A föld igazság, úgy látod, hogy győz mindig a gonoszság. Takács Tamás és zenekara a színpadon, nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is színvonalas programokkal készültek a szervezők, szerencsére délutánra már eltehették az esernyőket a kilátogatók. A Takács Tamás Blues Band koncertjére sokan voltak kíváncsiak. Ez az első alkalom, nem voltam még itt, és hát hihetetlenül meglepődtem, hogy ennyi ember összejött, dacára a rossz időnek. Izgalommal várom a koncertet. A zenekar egy ideje nem játszott a városban, de ahogy a frontembertől megtudtuk, mindig szívesen lépnek fel Győrben. Hát én majdnem voltam egyszer győri, mert édesapám evezős edzőként meg lett hívva, hogy ilyen szép magyarul mondjam, tehát meghívták Győr városába, hogy föllendise az evezős sportot, de aztán valamiért nem jött össze, talán pont mert én meg iskolába jártam Pestre, de Győr egy szép város, és itt nagyon kedvesek az emberek. És mi szoktunk mindig jönni, én most így nem számoltam ki, hogy mikor voltunk utoljára, de szeptemberben is jövünk, azt tudom. Az összeszokott muzsikusok régi nagyslágerekkel és új felvételekkel is szórakoztatták a közönséget, akik szinte kívülről fújtak minden dalt. A koncert után a szombati rajzverseny eredményhirdetését hallhatta a közönség. A gyerekeket több korosztályban is díjazták a Mokka csoport képviselői. Délután 18:45-kor dr. Dézsi Csaba András polgármester és Radnóti Ákos alpolgármester együtt köszöntötte a tömeget. A városvezető azt mondta, örül annak, hogy ilyen sokan eljöttek erre a programra, így tisztelek egy olyan legendás alkotó előtt, mint Szenes Iván. Fantasztikus, hogy ennyien itt vannak, és úgy gondolom, hogy az a program, amit Radnóti alpolgármester összeállít itt évről évre, ez fantasztikus dolog, és hát ugye engem mindig az a vád ér, hogy csak rockzene.
Hát most tessék! A polgármester mellett Radnóti Ákos is szólt néhány szót a nézőkhöz. A körzet önkormányzati képviselője elmondta, miért nevezték el Szenes Iván Parknak a tóparti helyszínéül szolgáló területet. Pár évvel ezelőtt volt, hogy a Szenes Iván Parkkel kereszteltük ezt a helyszínt, hiszen korábban nem volt a neve, de annyira jól sikerült a 2018-as koncert, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy Szenes Iván Park legyen, hiszen ezen a téren mindig nagyon jó koncertek vannak, és ugye Pesten van egy Szenes Iván tér, itt pedig egy parkot kereszteltünk el, de hát látod, hogy mennyien itt vannak, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és hogy körbenézek, már most többen vannak, mint tavaly. A legendás dalszerző lánya Szenes Andrea volt annak idején az ötlet gazdája az emlékesnek. Úgy nyilatkozott, mindig öröm számára, hogy Győrbe hozhatják el a rendezvényt. Második otthonom Győr, és apukámnak is második otthona volt. Néhány néző talán emlékszik arra, hogy a híres Szenes turnénak is ezt választotta helyszínének, és élete utolsó kiruccanása is ide Győrben volt. Ugye 4 éve lett Szenes Iván Park ebből a csodálatos adivárosi helyből, amiben első pillantásra beleszerettem. Ugye az volt, hogy olyan sokan eljöttek, mint még előtte sosem, és így pattant ki ez a gondolat Radnóti Ákos alpolgármester úr fejéből, aminek annyira-annyira örültem, és azóta nagyon sokszor leszoktam ide ruccanni egyébként évközben is. Jöjj néhány órás napsütés, még kell. Ez pedig már Kocsis Tibor koncertje, ő kezdte meg a Szenes Iván emlékest fellépéseinek sorát. Híradónk stábjának a fellépése előtt beszélt a dalokhoz való kötődéséről. Szerintem nagyon fontos, hogy ezek a dalok szívből jöjjenek. Én nagyon szeretem a Szenes Iván dalait, és nagyon sokat tudok most már. A különböző koncerteken már legalább 10-15 dalt énekeltem, és most pont egy olyat is fogok, amit még talán az elsőn énekeltem. Valahogy mindig ezeknek a daloknak egyénisége van, és ezek az egyéniség, vagy a daloknak az egyénisége az megtalál engem, és megtalálja az én egyéniségemet, és aztán ebből alakul valami igazán izgalmas. Annyi biztos, hogyha egyszer tárgya várat lépítek, nálam vasmányból lesznek majd a Johnny Jokerek. Az est egyik legjobban várt zenekara a több mint fél évszázados múltra visszatekintő Apostol zenekar volt. Meződi József vidáman mesélt a Győr Plusz kérésére a koncertjeikről, hiszen a csapat még most is aktívan járja az országot. Amikor fölmegy az ember a színpadra és látja az érdeklődő arcokat, a fiatalokat, az időseket, és nemrégen voltunk játszani valahol, és ott egy 4 generáció volt lenne a nagymama, a lánya, a mama, mindenki, és a 2 unoka, úgyhogy lefényképeztettem magamat velük, hogy már 4 generáció énekli a nótáinkat, és ez egy nagy élmény és egy nagy boldogság. Ismét itt volt és nagy buli csapott Zalatnai Sarolta és a kivételes hangú fiatal énekesnő Opitz Barbi is. Őt követte a színpadon Nyári Károly. A Prima díjas magyar jazz zongorista, énekes, dalszerző, előadó művész hazajár a városba. Nem csak azért, mert Győrben született, hanem mert városunk 10 polgára is. Azt mondom, hogy imádom Győrt, az kevés. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és hát ugye, amint említette, ide köt a gyerekkorom, mert hát 15-16 éves koromig itt éltünk a szüleimmel Győrbe, és aztán költöztünk Budapestre, de azóta is nagyon-nagyon sokat járok, és mindig egy olyan érzés fog el, amikor Győrhöz közeledünk, hogy hazajövök. Tehát én úgy gondolom, hogy Győr az én otthonom, és az én szülőhazám, azt szoktam mondani, és én nagyon-nagyon szeretem, mert imádom Győrt. Kislány a zongorán át, fehéred az oldalán át, jaj, de szépen játszotta a Isztrapszódiát. Nyári Károly produkciója után következett az est egyik csúcspontja, Binki fellépése. A szervezők igyekeznek minden évben fiatalokat meghívni a fellépők közé. Szenes Andrea hívott meg erre az eseményre, és nagyon örültem neki, hiszen óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek. És úgy látom, nagyon jó a hangulat, rengetegen vannak, úgyhogy várom már, hogy színpadra léphessünk. Na 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 na
érzik magukat. Harcba hívunk gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják hát az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ. A terület önkormányzati képviselője minden évben igyekszik meglepni a közönséget extra produkcióval, így a kora délutáni Miki Egeres jelmezt öltönyre cserélte estére, és a fiatal előadóval együtt újra megénekeltette a közönséget a Nem csak a 20 éveseké a világ című örökzöld slágerrel. Az adivárosi családi nap idén is nagy sikerrel zajlott, még az olykor szemerkélő eső vagy a programmódosítások sem tudták elvenni a rendezvény fényéből. Egész biztos, hogy sokan várják az újbóli találkozást 2023-ban is a Szenes Iván Parkban.